Sziasztok! Ez itt a Lapról Lapra, én Szabina vagyok, mert kérdeztétek, és most a júliusi olvasmányaimról fogok beszélni. Igen, volt, aki megkérdezte, mi a neve, mert nem szoktam bemutatkozni. Bocsi. Amint az előző videómban is mondtam, a júliusom szerintem rekord hónapnak számított. Ugye ez az elmúlt fél év, főleg a május, az borzasztó volt, és nem nagyon tudtam olvasni. Hát most igyekeztem bepótolni. Egyrészt motivált Csaba kihívása a hobortos nyár, másrészt az én kihívása, majd befejezem. Harmadrészt azért sikerült jó könyveket olvasni többnyire. Méghozzá 7 darab könyvet elolvastam, és abból egyik sem mesekönyv, vagy manga. Szóval tök jó. És vannak benne egész vastagok is. Úgyhogy válvereget is. Ez hozzájárult még az is szerintem, hogy sok könyvet most együtt olvastam ismételten Katával, ami azért motivál, hogy haladjak. Úgyhogy vágjunk is bele! A júliusi nyarat egy igazán kellemes nyári olvasmánnyal kezdtem. A Pecsenye úr. Hát gondoltátok, hogy én nem mindig. Szóval Augustina Basterikától a Pecsenye húst olvastam el, ezt még a tavalyi könyvfesztiválon szereztem, és korábban mondtam, hogy nagyon várom ezt a kötetet, mert nagyon jókat hallottam a külföldi buktokerektől, úgyhogy elég nagy elvárással ugrottam neki, és hát ezt most már kicsit sajnálom, hogy magasra tettem a lécet, mert nem ugrotta meg számomra. Borzasztóan fog minden mondatom hangozni, de számomra unalmas volt. Ugye az a történet lényege, hogy jön egy vírus, ami miatt az állatok halálos veszélyt jelentenek az emberre, ezért mindet megpróbálják kiirtani, és nem enni húst többet. Emiatt engedélyezi a kormány, hogy akkor térjenek át az emberhúsra, de ne úgy képzeljétek el, mint valami éhezők viadalát, hogy akkor elkezdenek az emberek egymásra vadászni, nem, hanem elkezdenek kitenyészteni embereket, akik utána elfogyasztanak. Igen. Jól hangzik. És alapjáraton azt gondoltam, hogy ez egy érdekes alaptörténet, amiből azért utána sok bonyodalom, izgalom, gondolat, értékes üzenetet kaphatunk, és van benne üzenet, ami szerintem nem egy ilyen mély elrejtett üzenet, hanem elég szájbarágós, méghozzá az, hogy tulajdonképpen a főszereplő az egy ilyen vágóhídon dolgozó ember, és végig mutatja azt az egész folyamatot, hogy hogyan tenyésztik ki az embert, vágják le, dolgozzák fel, stb. És ami miatt nekem ez unalmas, mert igazából leírta azt, hogy hogyan bánunk mi emberek az állatokkal egy ilyen vágóhídon, egy ilyen tenyészetem, és hogy hogyan dolgozzuk fel az állatok részeit, csak ez most behelyettesítve egy emberrel, és hát nyilván az volt ennek többek között az üzenete, hogy ne legyünk álszentek, hogyha az embert sajnáljuk, hogy így bánunk velük, akkor ugyanúgy sajnálhatunk egy érző kis bocit, vagy kis malacot, vagy bármilyen más állatot, ha ilyen körülmények között dolgozzuk fel. És amúgy ez egy teljesen valid üzenet. Viszont én magammal úgy éreztem, hogy ezt annyira nem kell nekem szájbarágni, nem gondoltam volna, hogy ez lesz a fő motívum, és nagyon vártam volna egy kicsit több magyarázatot, mert sok mindent kinézek az emberiségből, tényleg, sajnos, de azt nem, hogy ahelyett, hogy inkább csak zöldséget, gyümölcsöt, meg egyéb gabonákat egyenek, vagy megpróbáljanak valamilyen alternatív húst kitalálni, fejleszteni, ahelyett inkább egyszerűen engedélyezik az emberi hús evés, meg ezt a procedúrát, és ezt mindenki úgymond
képletesen is, és nem képletesen is lenyeli. Szóval ez egyrészt nem volt elég magyarázat a könyvben szerintem ahhoz, hogy miért jutottak idáig, hogy én ezt be tudjam fogadni, hogy ez megtörténhetne, és ettől én borzongjak. A másik, hogy nem nagyon értem, hogy maradt fönt ez az ökoszisztéma állatok nélkül, meg ugye féltek benne a madaraktól, meg mindenféle repülő állattól, nem volt szó a vízi élőlényekről sem, szóval nem volt kerek, nem volt jól felépítve ez a világ, egy olyan világ, amiben nincsenek az állatok, vagy nincsen az ember közelébe, mert félnek tőle. Szerintem néha nagyon hatásvadász is volt túlságosan is, emiatt nem tudott a igazán borzongás így elönteni, miközben olvastam, mert egyszerűen nem hittem el, és ezért nem ragadott meg a könyv. A végéről nem spoilerezek, de hát az meg így hagyjuk is. Szóval többet vártam, és nagyon szomorú vagyok. De akit érdekel a kanibál téma, mert meglepően sok ilyen könyv van a polcomon. Jó, nem sok, 4, bár szerintem már több, mint amennyi kéne. Akkor talán ez egy jó milyen belépő. Ezután, a könyv után úgy éreztem, hogy kéne valami enyhébbre váltanom. Elég volt a vérengzésből. Úgyhogy kezembe vettem nagyon sokatok kedvencét, a Velünk véget érted, itt Ends With Us, Colleen Hoover-től, és hát megmondom őszintén, én nagyon reméltem, hogy nekem nem fog tetszeni, hogy ez csak túl van hype-olva, és majd egy ilyen középszerű könyv lesz. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon tetszett, és nagyon szerettem, és nem úsztam meg száraz szemmel sem amúgy a történetet, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez egy olyan könyv, ami megéri ezt a hype-ot szerintem, amit kap. Még akkor is, ha nem egy olyan kiemelkedő műről beszélünk, amitől így eldobom az anyam is, úristen, de megértem, hogy miért szeretik ennyien, megértem, hogy miért fogja meg az embereket. A maga, a írás stílus, a gördülékenység, az, hogy minden fejezetet úgy fejezze be, hogy akarod tudni, hogy mi lesz legközelebb, és a rengeteg érzelem és annak leírása az jól ment ebben a könyvben az írónőnek. Gondolom nem véletlenül, hisz van egy kis ugye saját tapasztalata a témában, a családon belüli erőszakban. És megmondom őszintén, mivel tudom, hogy kik lesznek a filmben, ami ugye augusztus 15-én jön, és emiatt is olvastam egy gyorsan előtte, ezért már amúgy alapból úgy képzeltem el a szereplőket, mintha ők lennének benne, és hát amúgy ez hozzáadott az élményhez. Tudom, hogy sokan nem szeretik a szereplőket, akik a filmben lesznek, de így, hogy én már tudtam, kik lesznek, és úgy olvastam, hogy ők vannak a fejemben, így teljesen jó volt. Én nem beszélnék sokat róla, mert szerintem mindannyian ismeritek, aki meg nem szerintem tudatosan kerüli még, vagy csak egyszerűen vár a polcon. Ugye Lilyről szól, aki nyit egy saját virágboltot, és hát összeismerkedik egy férfival, aki sok szempontból tökéletesnek tűnik, ráadásul belebotlik teljesen véletlenül annak a testvérébe, akivel együtt csinálják a boltot, és minden happynek tűnik, amíg csak nem szabadulnak el az indulatok, először kisebb formában, aztán sajnos egyre súlyosabban. Emellett pedig két szálon fut a történet, ugye a múltban is járunk, ott Lilinek a gyermekkorén szerelmi történetét olvashatjuk, hogy hogyan segít egy bajba jutott hajléktalan fiúnak, akivel ugye egymásba szeretnek, és ő hogyan jelenik meg majd a jelenébe, úgymond. Én azt kell mondjam, hogy tényleg szívszorító volt egy-két rész. Lehet, hogy számomra pluszban azért is, mert tudom, ki lesz ugye a filmben a főszereplő, akit én nagyon kedvelek, és rossz volt ilyen szerepben látni, biztos a filmben is rossz lesz így látni. De hát erről szól, tudtam, hogy mire vállalkozok, szerintem mindenki tudja. Nagyon reménykedtem, hogy valamiért az én könyvemben nem fog ez történni. Valami csoda folytán végig reménykedtem, hogy nem,
biztos rosszul olvastam, biztos, hogy nem, ő nem lehet ilyen, biztos lesz rá magyarázat, nagyon sokáig mentegettem is, amit nem szabad. Szóval értelek titeket, és nagyon várom, hogy tovább olvassam. Ezután Csaba kívánsához a közös könyvet olvastam el, Denis Lehintől az apró irgalmakat, az előző videómban egy picit beszéltem róla, hogy így Bostonban a 70-es években játszódik, amikor hát egy nagy szegregációs válságban lépünk be, és emellett egy gyilkosság, eltűnés esetet követünk végig, miközben van benne egy erősebb maffia vonal, nagyon fontos benne az anyasság szerep, ugye, mint mondtam, a szegregáció, a rasszizmus. Azt hiszem, hogy remek korképet festett le Denis Lehane. A másik két könyvét én sokkal jobban szerettem, azok kedvencek lettek, ez sajnos nem, de ez egy teljesen más könyv, tehát jóval tudjátok, hogyha a kezetekbe veszitek, miután azt a kettőt olvastátok, hogy azért ne hasonlóra számítsatok szerintem. A nyomozási szempontból, meg ügyfelépítésből, a titokzatos folyóval fel lehet vélni egy-egy kapcsolatot, de azért teljesen más, illetve szerintem nincs benne akkora csavar, mint a másik kettőben. Igazából csavarnak nem is nevezném annyira a végét, csak ilyen igazságkiderülésnek. És ez inkább tényleg szerintem egy korképnek készült, és közben pedig lehet gondolkodni és nyomozgatni, hogy vajon mi történt. Mary Pat az az anya, akinek a lánya az egyik estén nem jön haza, és ugyanezen az estén a metró elgázol egy fekete fiút, és hát nyilván látszólag ennek nincsen köze egymáshoz, de hát ha egy krimit olvasunk, azért sejthetjük, hogy mégiscsak lesz, és ezt is így végignézhetjük. Gyorsan lehetett vele haladni, könnyű olvasni, az író stílusát még mindig nagyon szeretem. Ez a maffiás téma és ez az időszak sajnos nem áll annyira közel hozzám. Ha közel állna, akkor biztos, hogy imádtam volna, így csak egy olvasmánynak tudom elmondani. Ezután már nagyon szükségem volt egy kis nevetésre, és ugye már emlegetett Daniel Sloss könyvet olvastam el, az Everyone You Hate Is Going To Die, tehát mindenki, akit utálsz, az meg fog halni. Tulajdonképpen ez a könyv egy leírott stand-up comedy volt, az elmúlt fellépéseinek a témáját bontogatta ki jobban. Kb. Az egész életet felöleli, annyi mindenről beszélt, családról, szülőkről, testvérekről, betegségekről, halálról, vallásról, a barátokról és a kapcsolatokról. Tényleg mindenből elmondja az ő véleményét egy igencsak humoros formában. Nagyon sok mindennel egyetértünk, vannak, amik már nem, de minden esetben rendkívül sokat nevettem. Szóval, aki esetleg, mint mondtam, nem ismeri, és nem akar, vagy nem tud angolul olvasni, annak Netflixen ajánlom a műsorait, de aki tudja és megteheti, hogy még többet kapjon Sloss humorából, annak nagyon ajánlom ezt a könyvet. Ezután jött a havi Jodi, így hívom, ugyanis ugye, mint mondtam, most be szeretném tartani, minden hónapban szeretnék egy Jodi Picó könyvet elolvasni, főleg, hogy jön az új könyv, amit itt láthattok, és azt is nagyon várom, és szeretném idén, ha lehet, bár lehet nem fog már beleférni, de az összes eddig még nem olvasott Jodit elolvasni, mert úgy néz ki, kedvenceket avatok. Ugye a bukteges videómban meséltem a júniusi Jodi könyvről, a magányos farkasról, hogy igazából az is kedvencével, nagyon tetszett a téma. Egyrészt a farkasok témája, másrészt az arról való elmélkedés, hogy mi az a, mikor van az a pont, hogy el kell engednünk valakit, főleg, hogyha kómában van. De a júliusi Jodi, hát ha van ilyen, hogy ultra kedvenc, akkor ultra kedvenc lett. Bekerült mindenféleképpen a top 3-ba, szerintem, de nehéz sorrendet rakni, de tervezek majd egy olyan videót, amikor majd sorba rakom az összes Jodi könyvet, amelyre olvastam őket. Na de, hogy legyen is miről beszélni, ez a Sorsfordítók című könyv volt, jó kis
vaskos, közel 600 oldal. Ahhoz képest szerintem sikerült hamar elolvasni, és gyorsan, ha mennyire lehetett vele gyorsan haladni, ugyanis hát eléggé megrendítő olvasmány. A középpontban két család van, azon belül is a két fiatal, akik együtt nőnek föl, majd szerelembe esnek, de az egyikük meghal fegyver által, méghozzá, hát ez a kérdése a történetnek, hogy öngyilkosság volt, vagy a szerelme ölte meg, és ez az egyik vona, ez a tárgyalás, ez a nyomozás, hogy igazából is mi történt itt. A másik vonalom pedig a múltban járunk, ahol láthatjuk, hogy ismerkedett meg ez a két család, akik szomszédok lettek, egészen attól a ponttól, hogy terhesek, és majd megszületik ez a két fiatal, majd egészen addig, amíg ugye ez a szerelem ki nem alakul közöttük, és ez a kettő megy így párhuzamosan, és egyre több információt kapunk róluk, hogy mit éreznek, mit gondolnak, ki, hogyan ismeri meg a másikat, és hogy a szülőknél is milyen érdekes kapcsolati rendszerek és dinamikák vannak. És mindezt úgy, hogy az utolsó pillanatig nem voltam benne biztos, hogy vajon mi történhetett azon az este, mikor a lövés eldördült, és rengeteg elméletet gyártottunk Katával, együtt olvastuk. Szerintem minden egyes fejezet után új és új elméletet gyártottunk, hogy mi történhetett. Újabb és újabb elméleteket gyártottunk, hogy vajon mi történhetett. Nem azt mondom, hogy fogalmunk se volt, mert olyan sok opció azért nem volt, de hogy mi vezetett oda, és hogy azon kívül még milyen körülmények voltak, rengeteg kérdés volt a fejünkben, és azt kell mondjam, hogy rendkívül szívet tépő ez az olvasmány. Tipikusan Jodi könyv, mert senki sem rossz vagy jó, folyamatosan fejlődnek, változnak a karakterek, és egyszerűen nem lehet eldönteni, hogy ki milyen ember, vagy kivel szimpatizálsz, és ez a jó, mert az élet is ilyen szerintem, nem minden fekete-fehér. Ahogy mondtam már, ez Jodinál egy nagyon fontos vonal. Többet nem is akarok mondani, mindenkinek szívből ajánlom, remek olvasmány. Na, ha már szívet tépő dolgok, Jack Ketchum ivadékával folytattam. Aki ismeri, hogy miről szól, az tudja, hogy miért volt vicces ez a szívtépés dolog. Ugyanis ez egy kanibál családról szól, nem is tudom, hogy nevezzem őket. Ugye az első rész is egy kanibál közösség családról szólt, akik egy barlangban éltek, és a környéken megtámadtak embereket, és megették őket. Ez ennek a folytatása. Akkor majdnem mindegyik családtag meghalt, de az egyik nő túlélte, és egy új családot alapít ebben a könyvben, és eltökélt szándéka, hogy megszerezzen egy babát. Igen. És innentől végigszorongtam az egészet, borzasztó módon. Az első rész sem volt kevésbé szorongós, de valahogy annyira mélyen nem izgultam senkiért, mert tudtam, hogy miről van szó, maximum érdekelt, hogy végül ki éli túl, de hát itt rettegtem, mert van benne egy kisgyerek és egy kisbaba is, és nagyon-nagyon féltem, hogy mi lesz velük. Illetve kicsit jobban belelátunk most a karakterek életébe, lelkébe ebben a részben, és sőt a kanibál család egy-két tagjának gondolataiba és tetteinek hátterébe is betekintést kapunk. Szóval ez egy fokkal mélyebb kötet volt, mint az első, ha lehet erre ezt mondani. De ha csak a fővonalat nézzük, akkor nagyon hasonlított az első része, tehát ha valakinek azt tetszett, akkor ez is nagyon fog. Van benne egy érdekes nem kanibál karakter, aki érdekes módon szerintem rosszabb, mint a kanibálunk, ha lehet ilyet mondani, de mindegy, ebben nem is megyek bele. Szóval akinek van ehhez gyomra, hatalmas ingerküszöbben, annak mindenképp ajánlom, mert amúgy ez egy kellemes, kis, rövid olvasmány. Kellemes? Azt mondtam, kellemes.
Ez egy rövid olvasmány. Na, ha már kellemes rövid, akkor ez a kellemes. A Jégvarázs északi fény utazása fények felé című könyve. Gondoltam a szívtépések után, a lelki és fizikai traumákat olvasva, kell a lelkemnek egy mese, úgyhogy a júliust ezzel zártam. Nagyon kis kedves Jégvarázs történet volt, egy bizonyos troll szeánsz volt a középpontban, amikor a kis trollokat kitüntetik, mert kristályokat összegyűjtenek, de kis sziklának még hiányzik egy kristálya, a nyomkövető kristály, és már csak pár nap van az avatásig, aminek akkor kell megtörténnie, mikor még látható az északi fény, vagy sarki fény, vagy aurora borealis, akinek mi. És mikor eltűnik trollpapa, aki adja ezt a kitüntetést, rájönnek, hogy ha őt megtalálják, és megtalálják a sarki fényt, akkor valószínűleg ezzel megszerzi a kristályt, és ő is kitüntethetett lesz. És természetesen ebben a kalandban segítségére van Olaf, Sven, Elsa, Anna és Kristoff is. Úgyhogy ezt a kalandot olvashatjuk. Kedves kis történet, bár nekem nagyon erősen ez a bőrd lehúzás érzetem volt közben. Túl hosszú ahhoz képest, hogy nem sok mindenről szól. Persze az én mese, szóval igen. De amúgy van benne egy jó rész. Mármint több jó rész is van benne, de van egy ilyen kis tudományos rész benne. Ez a fedez föl az északi fényt. És akkor kis tudásanyagot is kapunk erről benne, szóval ez a rész itt nagyon tetszett, főleg a képekkel, mert imádom. Úgyhogy ez volt a záró. Még július utolsó napjaiban elkezdtem az utolsó könyvet Csaba kihívásához, a Szép Sötét Van ez számot, ami elég durvának ígérkezik, de erről majd nyilván augusztusban fog beszélni, igazából szeptemberben, mert augusztusban fogom a nagy részét olvasni valószínűleg. Úgyhogy ezek voltak a júliusi olvasmányaim, volt benne egy mese, egy horror, egy lélektani krimi, egy stand-up comedy, egy akciókrimi, egy romantikus drámai történet, és egy thriller, a pecsenyehús, nem tudom micsoda. Ebben a hónapban két kannibálos könyvet olvastam. Egy ideig nem akarok. Bár még vár a titkos vacsoránk. Szóval meglátjuk. Minden esetre találkozunk legközelebb is, labra-labra. Sziasztok!